tábor hozta a hozzáfűzött reményeimet, főként tanulni jöttem ide, hogy bővítsem ismereteimet, mind a talaj, mind pedig a mezőgazdaság felé. Volt egy elméleti rész, amit megmondták, hogy mit fogunk csinálni, és volt egy gyakorlati rész, amit meg is mutatták, hogy valóban mit csinálunk. A Miskolci Egyetem most először szervezte meg az extrém talajtani tábort olyan középiskolásoknak, akiket majd a jövőben ide várunk, mint hallgatót a földrajzos vagy éppen a környezettudományi, környezetmérnöki szakokon. Az ok elsősorban az volt, hogy megmutassunk valami nagyon érdekeset, megmutassuk azt, hogy a földrajz az nem az a földrajz, amit az iskolában tanulnak, hanem egy nagyon komplex világ térinformatikával, geomorfológiával, technológiával, önvezető traktorokkal, precíziós gazdasággal, és a végén mindezeknek az alapja az a talajszervény, amit majd kiásnak, és értelmezik térben, értelmezik a művelését. Ezt szerettük volna az ipari partnereinkkel, a Kitével elsősorban bemutatni, hogy ennek van jövője, ezután van érdeklődés, és ez nagyon érdekes. Ugye a mezőgazdaságnak a problémája alapvetően az, hogy a fiatalokat már abszolút nem érdekli, és ez a tábor arra is lehetőséget adott, hogy egy kicsit a fiatalokkal is, amit velünk is, megszerettesse ezt a szakmát, illetve a talajtani részét. Az MFK egyik hivatása természetesen az, hogy nem csak elméleti képzést adunk a diákoknak, a középiskolás diákoknak, hogy mivel foglalkozunk, hogy ez a természeti erőforrások hasznosíthatósága, megkímélése, környezetvédő módszerek bevezetése, újítások létrehozása, és ez nem csak elméletben, iskolapadban történik természetesen, hanem kihozzuk őket terepre. És ez az egyik legjobb tanulási módszer szerintem mindenkinek ma már, hogy megfogják, jöjjenek, érezzék, ássanak bele, drónozzanak, használják ezeket a lehetőségeket, mert ez nem csak azt mondjuk, hogy 21. század és jövő technológiája, hanem már a jelen. És így tudjuk a legmegfelelőbb szakembereket is képezni, mérnököket, akik már egyből bele tudják vetni magukat ezen technológiák használatában. Nagyon-nagyon jó kis csapatot hoztunk össze itt a talajszelvényásás közben. Nagyon tetszett a munkamorál, illetve az, ahogyan felosztottuk a feladatokat. Összességében a csapatmunka volt a kedvencem. Határozottan a szó minden értelmében közel kerültem a talajhoz. Hál' Istennek nagyon sok jelentkező volt idén is, reméljük, hogy jövőre sokkal-sokkal több jelentkező lesz, és egy héten keresztül akár több helyszínen is fog ez a tábor folyni. Nagyon örülök, hogy jelentkeztem a talajtani táborba, kiváló elfoglaltság volt itt nyárra. Kimondottan itt jól érezheti magát az ember, felnőttként is és diákként is. Úgyhogy én örülök, hogy részt vehettem ebben a programban, és sok jó emlékkel távozok. Készült a Miskolci Egyetem megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.